mindenki fradista akart lenni, nem véletlen nagy nézőközönség, és sik volt az, hogy valaki a Fradinak rukkoljon. Arról volt híres a Fradi tábor akkor, hogy eleinte is már hajtottunk, de kicsit nem ment úgy, hát előfordult nálunk is, és vezetett az ellenfél egy góllal, és akkor volt egy olyan 20-25 percünk, úgy hívták, hogy Fradi szív, akkor aztán meghajtottuk úgy, hogy kapu elő se jött az ellenfél, és akkor győztük 2-1 vagy 3-1, és ez fantasztikus volt. Most is azt való, szép elején rúgunk volt, de az eltelik 80 perc, a közönség lassan elvárosodik, nincs esemény. De ha az utolsó fél órában csinálják azt, hogy a közönség földobja, és úgy mennek haza, úgy milyen jó volt. Az első 60 percet már is felejtették, csak arra emlékeznek, ezért voltak ennek jó meccsek, és ezért voltak a mi mérkőzéseink nagyon sok. Szinte mindenki be volt olyan értelemben, hogy a vérező volt. És ez családra, apára, mert fiúra, és így tovább. A közönség a mi időkben úgy szurkolt, és félem akkor szurkolt, amikor gyengébben játszott. De volt ilyen is, gyengébben akkor szurkoltak. Nem akkor kell szurkolni, amikor megy rúgdosabb gólokat a csapatnak, akkor könnyű nem adta, amikor. De akkor is szurkoljanak, azért jönnek. A Fradizmus olyan volt, az egy olyan szent dolog volt a közönségnek, nekünk is, és azt fogadtuk, hogy mindennek kell tenni azért, hogy ez fenn is maradjon. És ezért próbáltunk igyekezni. Nagy dolog. Fradistának lenni mindig nagy dolog. Minden labdát nem adnék vissza a Fradi barátomnak.